A Pákozdi Katonai Emlékparkban történelmi programokkal készülnek a szervezők a hosszú hétvégére. Pénteken az első világháború eseményeit ismerhetik meg a résztvevők, emellett a húsvéti szerepet kap hétfőig minden nap 10 és 16 óra között. A legkisebbeket kis húsvéti játékokkal várjuk. Lesz 6 történelmi tojás és 6 történelmi nyuszi kereső, amikor is a gyerekek a területen eldugott különböző kis ábrákból, képekből, az azon szereplő hat történelmi jellegű kérdésekre választatva kaphatnak egy kis ajándékot. A városi piacon és húsvéti rendezvénnyel várják a gyermekeket nagypénteken 9 és 13 óra között. Lesz egy kis ügyességkivetélkedő, hogy a zöldség, gyümölcse vidám, tréfás módon ismerkedhessenek meg a gyerekek, illetve abban reménykedünk, hogy hazaviszik ezt az élményt, és majd a szülőkkel ezt megosztják, és akkor majd több vásárló lesz a piacon is. Úgyhogy bízunk benne, lesz állatsimogató, lesz gyümölcslévásár, illetve nem csak a vásár lesz, hanem lesz egy nagyon látványos gyümölcslé gyártóautó, és az elején bevegy az alma, mondjuk a végén kijön a gyümölcslé pasztorizálva, és rögtön meg is lehet kóstolni. Itt a Királydombon szoktuk ezeket a játékokat játszani. A Géza fejedelem szobránál. Berta József, a Fejér megyei Népművészeti Egyesület tagja, a tojásjátékok szervezője mutatja, hová várják a gyermekeket, családokat húsvét hétfőn délután 2 órakor. A Királyok parkjában szükség lesz 50 forintos érmékre és hímes tojásokra. Ezeket gurítják le majd a dombról többek között a kisebbek és nagyobbak. Legalább 8 tojást kérnénk a gyerekektől. 8-10 tojást hoznak, az már elég lesz a játékokhoz. Tehát ilyen tojásokat dobáljuk egymásnak például, sok érdekes, meg célba kell gurítani vele, tehát hogy sokféle játék van. Igazából ezek a játékok, ez régen játszották a gyerekek, és Lukács László, kiváló néprajzkutató, gyűjtötte össze ezeket a játékokat, és egy előadásán ezeket elmondta, hogy miket játszottak itt valamikor a gyerekek, és gyakorlatilag mi ezeket a játékokat játsszuk velük. Soponyán nem húsvéti, de igazi tavaszi program várja szombaton az érdeklődőket. 10 órától rendezik meg az első medvehagyma fesztivált az ökoturisztikai központban. A medvehagyma gyűjtő túrák mellett gasztronómiai bemutatók, workshopok, színes programok, erdei játszóház és gasztrovásár várja majd a látogatókat.